Kantos Jánost, a Mi az Ám mozgalom munkaügyi kabinetjének vezetőjét már jól ismerhetik a posta alkalmazottai. A Mi az Ám mozgalom álláspontja egyértelmű. Ellenezzük a tömeges postabezárásokat, és fizetés emelést követelünk a postai alkalmazottaknak is. Ma azért jöttünk ide, hogy egy újabb szempontból közelítsük meg, miért is ellenezzük a tömeges postabezárásokat. Budapesten és a nagyvárosokban elsődlegesen talán azt lehetne elmondani, hogy a postabezárások voltak éppen a készpénz használati jog ellen is irányulnak, és megelőlegezik a postának, mint intézményrendszernek a felszámolását, így nem csak a nyugdíjasok és a kisgyermekes családok, akik az anyagi támogatásokat, a korán sem elegendő anyagi támogatásokat postai úton, készpénzen keresztül kapják, nem csak ez a fő probléma ezzel az egész témakörrel, hanem a nagyvárosiak mellett gondolva a vidékiekre is, még mindig nagyon sok olyan családi ház van, ahol továbbra sincs internet. Így, ha megszűnik vidéken egy posta, úgy az adott családnak nem marad más lehetősége, mint átmenni a szomszéd településre. Ez ugyebár idő és anyagi forrás feláldozásával jár, és ez nem csak azok számára probléma, akik a postai szolgáltatásokat igénybe vennék, hanem azok számára is, akik az adott postán dolgoznak, és számukra felkínálnak új lehetőséget, új munkalehetőséget, de nyilván egy vagy akár két-három településsel odébb is. Ezek tehát azok a problémák, melyekre ma szeretnénk felhívni a figyelmet, és még egyszer hangsúlyoznám, a tömeges postabezárások a készpénz használati jog ellen irányulnak. Ezért vagyunk ma újból itt, és ezzel át is adnám a szót Kantos Jánosnak, a téma szakértőjének. Nagy tisztelettel köszöntöm én is a sajtó megjelent munkatársait, és a munkaügyi kabinet nevében is ki szeretném fejteni, hangsúlyozni szeretném, hogy tiltakozunk a tömeges és átgondolatlan, tehát hangsúlyozom, átgondolatlan posta bezárások ellen. Két oldalról közelíteném meg én is, egyfelől egy munkavállalói, másfelől egy ügyfélköri szempontból. Ez saját postás múltamból is meg tudom erősíteni, hogy nagyon sok nyugdíjas, főként vidéken, ez egy... nem bankszámlára kéri a nyugdíját, hanem ugye, hogy a postást várja, és ő hozza ki, és hogyha megszűnne az ő környezetében egy postahivatal, akkor rendkívül nehéz helyzetbe kerülne, és amit itt Csongor elmondott kiválóan, és csatlakozik is a Mi Hazánk országos kommunikációjához, hogy a készpénz használat mint alapjog legyen elismerve, itt bizony ez az alapjog, úgy gondoljuk, hogy sérülne. Másrészt valóban ez egy létező probléma, hogyha egy postát bezárnak, és ugyan föl is ajánlanak az ott dolgozóknak egy másik postahelyet, ami akár egy-kettő településsel odébb van, ez rengeteg időbe kerül, az utazási költségeit nem teljes mértékben fedezi a posta, és már így is alig érte meg a postán dolgozni, mert nem kevés postás, a nettó 200.000 forintos fizetés sem viszi haza egy hónapban, hogyha még át is kellene járnia az idő és még plusz költség, gyakorlatilag még inkább elindulna a posta azon a lejtőn, amelyen már sajnos évtizedek óta tart, és ezért küzd a posta országszerte hatalmas létszámhiánnyal. Az okokat kell megkeresni, és az okokra kell megoldásokat megfogalmaznunk, mert a postabezárás az végül is csak egy tünet. Az végső ok ott van, hogy a Magyar Posta egész egyszerűen nem tudja eldönteni, hogy logisztikával szeretne foglalkozni, vagy pedig a pénzpiacon szeretne egy N plusz egyedik szereplő lenni, egyébként rendkívül hátrányos helyzetben, mert a postások nem értékesítők, de ez nem is csoda, ugyanis a posta felső vezetésében, a Dunavirág utcában alig találni olyan embert, talán egyet se, akinek logisztikai végzettsége van, ellenben azt a néhány tucat felső vezetőt hatalmas fizetésekkel jutalmazzák és prémiumokkal minden hónapban, legalább 600 millió forintba kerül ez a néhány tucat vezető, úgyhogy ezeknek a forrásoknak a felhasználását kellene átgondolni és fordítani postás béremelésekre, infrastruktúra fenntartásra, és akkor nem látnánk azt, hogy ilyen tömegesen kapkodva, pánikszerűen zárnak be postákat úgy, hogy annak előtte tagadták, aztán kiderül másnapra, hogy mégis bezárt a posta, mert ez a kapkodás egyértelműen annak a jele, hogy a posta felső vezetését egyfajta bankár szellemiség hatja át, ennél fogva nem képesek logisztikai rendszerben
gondolkodni. Itt az eredménye, a postás dolgozók és a lakosság is megissza ennek a levét, úgyhogy a Mi Hazánk mozgalom nevében újra csak el tudom mondani követelésünket, hogy szorgalmazzuk a 180 fokos fordulatot a magyar postánál.